Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezetője, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Az utóbbi időben azért rendszerint sikerekről szoktunk beszélgetni, ez egy nagyon-nagyon jó változás, mert egy csomó minden van, ami jó irányba fejlődik. Most például megint egy utánpótlás sikerről beszélgethetünk, a 19 éves korosztályban a lányok Európa-bajnokságot nyertek, és több olyan játékos is van, sok olyan játékos van a csapatban, aki az akadémiáról jött ki, meg hát persze kis Szilárd edző ott dolgozik, szóval van minek örülni. Van, és ennek nagyon örülök, mert ez egy folyamat része, ők ugye Serdő ifjúság korosztályban is EB-t nyertek, és most az U19-ben is, és ez azt mutatja, hogy ugye nem kell azt mondani, hogy a felnőtt korban így megy tovább, bár reméljük, de azt látjuk, hogy jó utánpótlás munkanélkül nincs is meg az esély, hogy felnőtt korosztályban ezek jól játszanak a gyerekek. Úgyhogy ezért büszkék vagyunk, örülünk neki, és azt is látjuk, hogy a befektetett munka, hogyan edzettük, hogyan versenyeztettük őket, az tényleg az a helyes irány. A befektetett munkát és a versenyeztetést illetően mi az, ami változott, hogyha összehasonlítjuk mondjuk az 5-10 évvel ezelőtti utánpótlás képzéssel azt, ami most van, és azt, amiért ez a csapat ilyen sikeres tud lenni, akkor mi a legfőbb különbség? Alapvetően nekem ugye a létesítmények szenzációsak, megfelelő szakemberek vannak, társtudományokat integrálják a munkában, így van erőnlétedző, gyógytornász, humánkinziológus és a vezetőedző, és így tudunk egyénileg foglalkozni a fiatalokkal. Mindez úgy, hogy mellette fontos nálunk az oktatás, a tanulás, úgyhogy egyébként ebből a csapatból 13-an idén érettségiztek, akik egyébként ugye lezárták a bajnokságot, úgyhogy Boglári Akadémia Szise néven indultunk, de a Magyar NB1-ben szerepeltek, úgyhogy szerintem ez egy kiemelkedő siker volt. Az idény elején azért sokszor esett szó arról, maga kis Szilárd sem volt teljesen biztos abban, hogy ennek pozitív hozadékai lesznek, mert azért azt mindenki tudja, hogy ebben a korosztályban beleerősödni, vagy felvenni a versenyt a felnőttekkel, azokkal a játékosokkal, akik azért már évek óta ebben a kávéházban vannak. Szóval ez nagyon rosszul is elsülhetett volna, ha mondjuk nincsenek sikerek, ha a lányoknak folyamatosan kudarcokkal kell megbirkózni, akkor azért az edzőnek egész más lett volna ott a feladata, mint ahogy ezt az idényt sikerült végigcsinálni. Szerinted hogy lehetséges az, hogy ezek a nagyon fiatal lányok ilyen jól szerepeltek az NB1-ben, várakozáson felül jól? Ugye 13 pontot szereztek, 14 pontra bent lehetett volna maradni, itt is voltak nagyon nehéz periódusok, de ugye minden sportoló életében kulcsfontosságú, hogy ezeket kezelni tudják. Én úgy gondolom, hogy egyrészt ők mentálisan megedződtek, a elvesztett mérkőzések föl tudták dolgozni, és helyre tudtak állni, és utána nyerni tudták. Tudták, hogy mi az plusz 5 gólnál, mínusz 5 gólnál döntetlenni a pályán lenni, ez az egyik része. Másrészt meg az a játék tapasztalat, hogy tényleg 5 volt voltak, és nem plusz 15 gólnál kerültek például a pályára, ahol már nincsen tétje a mérkőzésnek. És egyébként ezért döntöttünk itt a rizikót bevállalva, mert most láthatjuk, hogy egy ilyen U19-es Európa-bajnokságon milyen rutinnal, milyen tudással vették az akadályokat, és mondhatjuk azt, hogy tényleg rengeteg mérkőzés, akár döntőt, és plusz 6-7-8 góllal nyertek. Ez ennek köszönhető, hogy a felnőttek között tudtak egy évet tölteni a többség legalábbis a bajnokságban? Sokan. Én hiszem, hogy ez a rutin, ez a pályán lévő alkotási lehetőség, a stressz helyzetben a döntés képesség, a jó döntések meghozatala, ez a rutin, ez ennyit számít ilyenkor. Most a következő szezonban a fiúknak lesz lehetősége arra, hogy ezen a kvázi kísérleten végig mehessenek? Igen, a fiúknál ugye a lányokkal volt egy év tapasztalatunk, így alakult, kiestünk a végén, de ebből a csapatból 14-en továbbra is az NBA-ben játszanak, most már nem zsákból macskát vettek a klubok, hanem tudják, hogy ezek a lányok helyt álltak az NBA-ben. A fiúknál ugyanez lesz, ott annyit tudunk előre lépni, hogy meg tudunk egyezni top magyar klubokkal, ez egy Veszprém vagy egy Szeged is, hogy az ott 20-21-22 éve játékosokból adjanak nekünk, hogy nálunk ebben a módszerben, ebben a rendszerben játszani fognak, és játék lehetőséget kapnak, ezt kiegészítve a nekás fiatalokkal, nagyon kíváncsi vagyok és izgatottan várom ezt a szezont. És körülbelül mi az, amit eredményben satszolsz most már ugye egy év tapasztalattal a lányoknál, mi az, amit gondolsz, hogy ezek a fiatalok, akik most azért több helyről is érkeznek majd, de együtt fognak tudni edzeni, és együtt fognak nekiindulni az NB1-nek, hogy mire képesek vajon? Ez egy jó kérdés, nyilván előre nem látom, azt tudom, hogy nálunk
nem tét nélkül fognak játszani, nem kapunk egy olyan nyomást nálunk, hogy mindenképpen, és hogyha nem azonnal jól teljesít, akkor jön az idős játékos, és ezon a helyet teljesíti, hanem téthelyzetben ott kell lenni. Ugye ez a mi alapkrédunk, és ezt együttműködve, én szerintem egy 3-4 hónap után fel fogják venni a ritmust, és utána biztos, hogy december tájéken már jól fognak teljesíteni az NBA-ben. Ugye ez azért nem teljes mértékben összehasonlítható, mert a lányok biológiailag sokkal korábban érnek, mint a fiúk, és ennek megfelelően ez a korosztály még annál is nehezebben tud, hogy is mondjam, csak azzal az erővel belemenni egy NBA-1-es küzdelembe, mint a lányok, mert ugye még nincsen meg az a férfi erő, ami már ott a tapasztalt, idősebb játékosoknál a szemközti oldalon megvan. Viszont azt láttuk az utóbbi években, hogy egészen fiatal játékosok nagyon kreatív, nagyon szép játékot tudnak produkálni, ezt ugye láthattuk a világversenyeken, hogy egészen kiemelkedő játékosok kezdenek kijönni. Alapvetően ugye azt kell figyelembe vennünk, hogy egy rendszert kell produkálnunk, ami lehetővé teszi azt, hogy minden játékos egy irányba menjen, egységes felmérés, egységes rendszerben tanuljon, és akkor egyre több játékosnál fogjuk azt látni, hogy tényleg ők képesek majd a feltűnt szinten is helyt állni. Egyébként ezért ugye január óta a NECA-ként kézilabda specifikus módszertani központ ugye elkezdett dolgozni, és egy küldetésünk, hogy a többi akadémiával, vagy a közösen kidolgozzunk egy felmérési rendszert, amit egyébként most bevezetünk nyártól, úgyhogy lesznek tényleg az összes akadémián, lesznek a kiválasztástól, a beválasztás korosztályig adatok, felmérésekből, hogy ki, hol és hol tart, amit majd standardizálni tudunk, és össze tudjuk vetni a nemzetközi anyagokat, és akkor látjuk, hogy igen, a magyar U15, az U19, vagy az U21 hol áll nemzetközi szinten, és ebből tudjuk majd az edzőket támogatni, segíteni, illetve a módszertan esetleg változtatni. Ez annál is inkább érdekes, mert ugye azt látjuk, hogy miközben, most akkor maradjunk a női vonalnál, a magyar fiatalok a világversenyeken, legyen az EBVB, elképesztően jól teljesítenek, addig a norvégok például, vagy a franciák szinte sehol nincsenek ebben a korosztályban, majd aztán ugye jönnek a felnőtt világversenyek, és ott vannak minden egyes döntőben, vagy a legjobb négy között, miközben mi valahol egy kicsit mindenképpen lemaradunk hozzájuk képest. Tehát, hogyha mik azok az adatok, amikre koncentráltok, amikből kiderülhet, hogy hogy lehet ezt a tendenciát megfordítani? Ugye itt a képzésben is olyan téren változtatni kell, hogy nyilván egyszerűbb, ügyes, kisebb, alacsonyabb termetű játékosra sikert elérni 14-15-17 éves korosztályban. Az edzőinkkel megállapodtunk abban, hogy mi keresünk átlövőket, átlövő méretű fizikumú játékosokat, akikből később, ha nem átlövő lesz, akkor lesz beálló, vagy lesz akár egy más poszton bevethető játékos, látunk magas szélsőket is egyébként, vagy hogyha egy másfajta méretű játékos, akkor valamilyen plusz képességekkel rendelkezni, ami a világklassz is lehet majd egy pozíción. Ami viszont azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy az utánpótlás korosztályban még nem ő lesz, aki feltétlenül ott lesz a kezdőcsapatban, de a képzés során azért előbb-utóbb utoléri a többieket ügyességben, a magas méreténél fogva és egyebekben, és akkor már ott lehet a felnőtt csapatban. Így van, sokatok türelem kell, több edzés kell, ezek a játékosok ugye nem akceleráltak, hanem aki nőnek folyamatosan, akkor szétesik többször a mozgás, ezt helyére kell tenni, nem minden állat a siker számít 16-7 évesen a klubcsapatokban is, ha megfelelő játékos kiválasztása, és majd a beválásnál látjuk, hogy tényleg jól döntöttünk-e 5 évvel korábban, nem hajtottuk-e túl, nem sértődte le, és ehhez kell tényleg azok a szakedző mellett az összes társtudomány sorakozzon föl, és közösen képezzük a fiatalokat. Hogyha gyűlnek az adatok, akkor körülbelül hány évre van ahhoz szükség, hogy olyan következtetéseket lehessen levonni a nemzetközi tapasztalatokkal is összehasonlítva, hogy abból már ki lehet indulni valamiféle módszertani változtatás felé, ha szükséges? Én bízom benne, hogyha egy évet végigmérünk, és beszélünk egy nyári felmérés, egy december, illetve májusi felmérés, hogy ott már látni fogjuk, hogy a hazai nemzetközi szinten hogyan állunk. És akkor 2-3 év múlva már fogjuk látni, hogy tényleg a magyar utánpótlás képzés, a magyar fiatalok a kiválasztástól a beválásig tényleg hogy állnak. És akkor, illetve a menet közben szerintem már fogunk tudni visszacsatolni, és mindig apró változásokat eszközölni. Mi pedig szurkolunk ezeknek a fiataloknak, hogy ez a legnehezebb időszak, amikor még az utánpótlásból a felnőtt korba való átállás van, az jól sikerüljön. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és mindezt elmondtad. És köszönöm.
Köszönjük a kedves nézőknek, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!